Kérem, beszéljen családjáról, nagyszüleiről, szüleiről, gyermekkorát meghatározó jó és rossz élményeiről. A nagyszüleim részben a Dunántúrról, másik ágról pedig az Alföldről származnak. A apai nagyszüleim családja gazdatisztként dolgozott egyházi birtokokon. Nagyapám pannonhalmi birtokon volt, több különböző helyen gazdatiszt, de prímási birtokokon is voltak. Tehát a Pannonhalma környékén laktak hosszú ideig, édesapám oda járt gimnáziumba is. Az édesanyámék családja középparaszti család volt, és Debrecen környékén, Debrecen Nyíregyháza környékén laktak, Nádudvaron sokáig ott gazdálkodtak. Édesapám a pannonhalmi gimnázium után nem mehetett egyből egyetemre, akkor dolgozott egy pár hónapot, és így utólag került be egy örömmel fogadott lehetőséggel a Debreceni Egyetemre, így találkoztak aztán ott. A családból én vagyok az egyetlen budapesti, mert a debreceni évek után még bátyám Debrecenbe született, és utána Budapestre kerültek a szüleim, nem sokkal az én születésem előtt, úgyhogy én már oda születtem, ott nőttem fel, és aztán azért az egyetem után saját elhatározásból jöttem el. Melyek voltak a szüleitől kapott értékek, amelyek ma is hatnak önre? Az egyik legmeghatározóbb emlékem az, hogy szüleim soha nem veszekedtek, és erre olyan büszke voltam, és nagyon örültem neki mindig gyerekkoromban. Mondjuk nem azt jelenti ez, hogy soha nem volt nézetkülönbség vagy nézeteltérés. Így utólag felnőttként még azt is mondom, nem is biztos, hogy ez a tökéletes vagy ideális, vagy a legjobb helyzet, mert édesapám tényleg olyan, akivel nem lehet veszekedni, tehát ha valaki hangosan szólna, akkor ő csöndbe marad. De ez nyilván sok feszültséget okozhat, akár ő benne is, meg a társába is, de azért ez gyerekként nagyon jó volt. Tehát otthon sok mindent meg lehetett beszélni, de veszekedés nem volt. A családunkban természetes volt a hit, de mindazok a megpróbáltatások, amiken a szüleim keresztül mentek, az azért azt jelentette, hogy a család együtt jár templomba, úgy, ahogy mondom, elég természetes volt mindannyiunk számára a kereszténység, katolicizmus, de sokat nem beszéltek róla. Pedig hát sok pap ismerős volt, jártak hozzánk, nagy tarok, összejövetelek voltak, tehát sok emberrel elég szoros kapcsolatot tartottak egyházi személyek közül is, de bennük volt az, hogy minket is inkább arra neveltek, hogy a konfliktust igyekezzünk kerülni ezen a téren. Emlékszik-e a szülei nagyszülei életében megismert történetekre? Hát jó néhány történet maradt meg bennem. Tehát például nagyapám egy majorságba volt, ahol ott laktak, amikor az orosz katonák megérkeztek. A majorságnak a lakói, dolgozói az udvaron félkörben állva várták, ahogy jöttek a katonai teherautók, leugrottak róla a katonák. Az első orosz katona rögtön ugye körbenézett, hát az öltözékről látszott, hogy ki a
a dolgozó, a paraszt, ki a vezető, úgyhogy egyből ráfogta a géppisztolyt nagyapámra, és ránézett az emberekre, hogy burzsúj, burzsúj, és akkor várta a választ. Ha valaki bólint, akkor meghúzza a ravaszt. De hát szerették az emberek, úgyhogy nem volt burzsúj, és így élve maradt. Mondjuk nagyapám 50 évi kemény munka után maradt nyugdíj nélkül, és utána segédmunkásként dolgozott még egy 10 évet, hogy valami kis nyugdíja legyen. Mondtam, hogy ugye édesapámnak nem volt könnyű az egyetemi felvétel az egyházi gimnázium miatt. Debrecenbe kapcsolatba kerültek Bulányi György atyával, Bulányi Gyurka bácsi valakinek a hittanyjára jártak, és gondolom az ő tőle hallott elvek alapján nem írták alá az egyházi iskolák államosítását követelő nyilatkozatot, ezért aztán édesanyámat kizárták az orvosegyetemről, ápolóként dolgozott pár évig, és nem is volt egyértelmű, hogy befejezheti-e valamikor később. És amikor visszakerülhetett, akkor is hát ez ennek olyan hatása volt csak, hogy amivel szeretett volna foglalkozni, ő gyerekorvos szeretett volna lenni, hát azt nem erőltethette, hanem amit mondtad, ő így lett pszichiáter, mert arra volt éppen szükség, és őt oda küldték, ő meg örült, hogy egyáltalán tanulhat tovább. Melyek voltak azok az értékek, amelyek a iskolás évei alatt gazdagodott? Sok mindent tanultunk. A nagy élmény volt, hogy jártuk az országot a szüleimmel. Vártúráknak neveztük, később egy térképet is készítettünk otthon a lakásnak a falára, ahol bejelöltük azokat a településeket, ahol várak találhatók Magyarországon, és zászlókat szúrtunk bele, ahol jártunk már, és az évek során egyre szaporodtak a zászlók. Az volt a cél, hogy Magyarország összes olyan települését, ahol vár van, végigjárjuk, és hát a nagy részét talán így pont az iskolás évek alatt sikerült is megnézni. Milyen élményei vannak gyerekkora városában? Ugye Budapesten nőttem fel, az még sokkal inkább kisváros volt kezdetben, tehát úgy emlékszem, ahogy mi is gyalog jártunk általános iskolába, az általános iskolát utána meg a végig bicikliztük a délutánokat, tehát akkor még úgy olyan ritkásan jártak az autók, mondjuk így, mint egy pécsi mellékutcában manapság, ahol hát hosszú percek telnek el, amíg jön egy-egy autó, akkor jön pár, aztán megint nem. Tehát így a városnak a zsúfoltsága, az a kosz, a zaj, a veszélyesség, az egészen más volt. Mi meg jól éreztük magunkat a Dunaparthoz közel, a belvárosba laktunk, és jó volt gyerekkoromban, akkor épült a metró, akkor hónapokig az volt a program, hogy metróztunk. Minden állomás, hogy a sorba nyitottak meg újabb-újabb állomásokat, akkor azt mind végig kellett járni. A mozgó lépcső, és nagy élmény volt így kisgyerekként. De mondjuk sokat jártunk biciklivel a Margit-szigetre, meg a zöld területekre is. Beszélj a középiskolás élményeiről, amelyek a szocialista rendszerrel kapcsolatosak.
1977-től 81-ig jártam gimnáziumba. Ugye mi orosz tanultunk kötelezően mindenki a gimnáziumban még, és az orosz tanárunk a gimnáziumban az egy orosz anyanyelvű férfi volt, egész jól beszélt magyarul, de ugye oroszul is másként beszélt, mint a többi tanárunk. És a megmaradt, hogy az egyik első órán, tehát még az első időszak, első évben bejött az egyik novemberi ködös órára, az óra elején, és ünnepélyes, távolba néző tekintettel azt mondta az osztálynak, hogy süzgyüsszöcslet, ilyen mély, patetikus átéléssel, ez ugye, utána ezt elmondta többször, mi döbbenten néztünk, utána odafordult a táblához, és ilyen méteres betűkkel fölírta a táblára, hogy 60. És akkor utána lassan elkezdte megmagyarázni, hogy hát arról van szó, hogy ez ugye 1977. november elején volt, tehát éppen 60 évvel voltunk a dicsőséges forradalmuk után, aminek most ő az emlékére szentelte ezt az órát, és arról beszéltünk. Tehát más volt mondjuk ezekhez a úgymond értékekhez való viszonyulása, mint ami nekünk diákoknak. Tehát azért a diákok között egy ilyen összekacsintós, egyértelmű megállapodás volt, hogy nem nagyon vette komolyan senki ezt a hivatalos ideológiát. Ugye nálunk minden teremben Lenin kép volt még, és a botrányok abból voltak, hogy a Lenin képnek az üvegén hogy keletkeznek azok a kis krétanyomok, amik hát valahogy az oda pattanó krétákról a szünetbe ott maradt. Néha az üveg is eltört, akkor ugye még nagyobb volt a probléma. Szóval ugye olyan diákcsíny szintjén találkoztunk mi ezzel. Ez már jócskán a puha diktatúra időszaka volt, vagy ugye világnézetünk alapjai című tantárgyat tanultunk végzésnek az évében, amit egy elég korlátolt emberke tanított, és ott már sportot űzött az osztály, hogy hogy lehet mondjuk úgy kifigurázni, hogy azért ez fegyelmi következménnyel ne járjon. De hát amikor meg akarta győzni az osztályt arról, hogy a hatnapos teremtés történet tudománytalansága bizonyítja a vallás értelmetlenségét, akkor hát azért csak vitába szálltunk vele, hogy ezt az egyház is másként gondolja. Vagy hát nagyon jól szórakoztunk, amikor megbízott egy osztálytársamat, akivel együtt jártunk Nagymarosra annak idején, hogy a világ teremtése, világ keletkezésének az elméleteit gyűjtse össze, és kis előadásba mondja el. Na most ő előkotort egy olyan elméletet, ami egy tudományos elmélet volt, aminek az volt a lényege, hogy a világegyetem közepén folyamatosan semmiből keletkezik hidrogén, és ez pótolja ugye a tágulásnál kifelé mozgó anyagot. Ez egy ilyen permanens teremtés elmélet. Na hát ettől az a tanár teljesen rosszul lett, és mondom, mi meg jól szórakoztunk. Hogyan változott a helyzet az egyetem évei alatt? Állt a kapcsolatban a rendszeres csoportokkal, közösségekkel? Hát ugye a gimnázium és az egyetem között volt egy év katonaság, ami akkoriban kötelező volt az egyetemre jelentkezőknek. A katonaság az nagy élmény volt nekem. Itt a
jugoszláv-osztrák határszélnél lentiben voltam katona. Ez az ország két leghírhettebb laktanyája közül volt az egyik, Marcali és Lenti volt az a két laktanya, ahova az egész országból vitték a kispapokat, tehát mindenki, aki papnevelő intézetbe jelentkezett, ők a katonai szolgálatot itt ezen a két helyen teljesítették, de ugyanitt volt az összes büntetett előéletű, akit utána behívtak, miután a büntetését letöltötte katonának, és ezen kívül pedig hát nyírségi, ahogy ott nevezték magukat, meg őket a tirpákok voltak, olyan elven, hogy minél messzebb viszik őket az otthonuktól, akkor kevésbé vágynak haza, tehát ők 700 kilométerre voltak az otthonuktól, és hát ő melléjük vitték a teljes természettudományi kart, meg még néhány főiskola hallgatóit attól az évtől 81-be, amikor én is katona lettem. Ez egyébként a lengyel szükségállapot bevezetése, Jaruzelszki időszak volt, tehát világpolitikailag vagy európai szinten is egy feszült, izgalmas állapot. És hát itt ebben a társaságban nekünk nagyon jó ilyen baráti kapcsolataink szövődtek. Tehát a 24 fős hálószobában, ahol laktunk, ott 6 kispap volt. Egy görög katolikus, 2 református, egy evangélikus talán, és 2 katolikus. Tehát ilyen teljes ökumenikus egységbe, és hát itt nagyon nagy békesség meg egyetértés volt az emberek között. És a bevonuló egyetemistáknál is rögtön az első nap, amikor bepakolta mindenki a holmiát a szekrénybe, akkor azonnal jött egy szekrény ellenőrzés, és az egyik barátomnál megtalálták a Bibliáját, úgyhogy akkor ott nagy ordítás kezdődött, hogy ezt hogy képzeli. Viszont ennek az ordításnak a hatására az egész emeletről gyűlt mindenki oda, hogy na, mi, Biblia? Igen, na jó, akkor egy ember van, akivel tartjuk a kapcsolatot. Tehát ott a hitünk nagyon sokat erősödött ez alatt az egy év alatt. Összejártunk, kis ima délutánokat szerveztünk, meg tartottuk egymással a kapcsolatot, és nagyon nagy élmény volt. Az egyetemen aztán tényleg a végóráival találkoztunk a rendszernek, tehát közben elfogyott a KISZ is, tehát a gimnáziumban gyakorlatilag KISZ tag volt mindenki. Még a katonaságnál kimaradtunk, és az egyetemen meg már nem is nagyon akartak beszervezni minket. Mondjuk azon én nagyon sokat kuncogok azóta, hogy a 87-ben végeztem az egyetemen, és ott a végzés előtt egy fél év, egy évvel az egyik tanárunk, akivel szoros kapcsolata volt a csoportnak, ugye nálunk még úgy együtt volt az egyetemi csoport. Elindult 20 ember és 11 néhány, 12-13 ember végzett ebből együtt, és ezt a csoportot megpróbálta rábeszélni a tanár, hogy gyorsan a pártba, ugye akkor nem volt választás, volt a Magyar Szocialista Munkáspárt, hogy a pártba lépjen be minél több ember, mert hogy később sokkal nehezebb lesz belépni. Úgyhogy a csoportnak a fele volt hívő, tehát 6-an, és a másik fele meg belépett a pártba. Tehát úgy fejeztük be, hogy volt 6 párttag, meg 6 keresztény. És hát azért 87-ben gyorsan belépni a pártba, ez egyrészt azt mutatja, hogy akkor még tényleg nem lehetett látni, hogy itt bármi változás lesz mondjuk 2 éven belül, de hát mondjuk történelmi léptékkel mérve azért nem tűnik már annyira ügyes húzásnak utólag. És az egyházzal hogyan került kapcsolatba? Hát kisgyerekkoromtól belenőttem, de ahogy mondtam is, tulajdonképpen hosszú ideig, 17 éves koromig
ez egy olyan megszokott kereszténység volt, ami azt jelentette, hogy vasárnap mindig mentünk misére, jártunk a templomi hittanra, és mondjuk ezen kívül sok mindent igazából nem jelentett. És akkor a gimnázium utolsó évében költöztünk Budapesten egy másik lakásba, a Szent Imre templom közvetlen közelébe, és oda kezdtünk el járni hittanra, ott találkoztunk a kisközösségi mozgalommal. Ott volt Kállai Emil atya, aki később piarista tartományfőnök is lett, ő szervezett ott kis csoportokat a hittanos fiatalokból, és akkor ott egy egészen más kereszténységgel találkoztunk, sokkal elevenebb, élőbb, és az ember egész gondolkodásmódjára igénytartó formával találkoztunk, és ebben nagy örömmel hát szálltunk bele, olyannyira én is ugye a költözés miatt kerültem ki belőle, de bátyám mai napig ott ennek a közösségnek az aktív tagja és szolgálója. Aztán még rögtön a gimnázium végén egy jó barátom, Soltész Miki vitt el a Regnumba, de ugye ő most éppen szociális államtitkár, vele kezdtünk járni regnumi közösségbe, és hát az meg egy különösen izgalmas időszak volt. Ezen kívül ifjúsági találkozókon például Nagymarosmária gyűjtőzárnokat a részt. Igen, tehát ezzel a társasággal a gimnáziumban már mentünk Nagymarosra, az még izgalmasabb volt olyan szempontból, hogy olyan fél titkosan szerveződött, de ott voltunk. Nagy élmény volt a sok keresztény fiatalt együtt látni. Hát ez azért komoly megerősítés volt, mert úgy folyt annak az ideológiának az erőltetése, ami úgy igyekezett elbizonytalanítani a hívőket, és ezzel szemben jelentett megerősítést az, hogy sokan vagyunk, sok értelmes, jó ember gondolkodik egyformán, akkor nem lehet olyan rossz ez. Aztán később a Szent Imrésekkel meg voltunk zarándokolni is, Márjanosztrán, ott is még ez is a szocializmusban volt, ugye börtön volt, emiatt különösen Márjanosztra, a régi rendházba a börtön működött, csak a templomhoz lehetett éppen bemenni, és hát elég komolyan figyelték ezeket a zarándoklatokat, ugye Budapestről gyalog ment ki Márjanosztrára a zarándoklat egy 3 nap alatt, és olyan szép volt, ahogy ott megszervezték, hogy ne tudjanak belekötni a zarándoklatba, vagy bármit is zavarna, néma csöndbe vonult be a templomba a sok ezer ember hosszú tömött sorba, és hát ez ilyen néma tiltakozás volt az ellen, hogy itt ellenőrizni, korlátozni akarják. Tehát olyan izgalmas volt ez, hogy vallási programon veszünk részt, de ugye politikai veszélye vagy politikai vonatkozása is van ennek, mert hát minden ilyen vallásos megmozdulás az tulajdonképpen a politikai rendszerrel való szembenállásnak a kinyilvánítása volt. Járt külföldön zarándok úton a szocializmus évei alatt? Nem. Ezzel a kis közösséggel voltak-e közös kirándulások, vagy más közösségi alkalmak, farsangokba állott A kis közösséggel volt, tehát ez heti rendszeres találkozók voltak, évente volt egy-két kirándulás is,
Azért egy-egy lelki gyakorlatot szerveztünk magunknak adventben, Nagyböjtben, és ezekkel a lelki gyakorlatokkal úgy végig látogattuk az országban jelentős részét azoknak a papoknak, akik legnyitottabbak voltak az ifjúság felé, akiknek a legnagyobb hatása volt a környezetükben. Nagyon sok egészen kiváló emberrel találkoztunk. Olyan tényleg példaértékű, helytálló, bölcs, a szeretettel átitatott emberekkel. Nagyon, nagyon jó volt. Nyáron mindig volt egy hetes, tíznapos táborunk, ez nomád tábor volt, hát ugye a Regnum az cserkész mintára szerveződött ezek a táborok, és elég jelentős részben merítettek a cserkész hagyományokból. És ezeknek a táboroknak a része is volt mindig egy-két-három napos lelki gyakorlata szerint, hogy hogyan sikerült papot, lelki gyakorlat vezetőt hívni a táborba. És hát közben meg volt, kirándultunk sokat, volt olyan, amikor eveztünk Rábán és Mosoni Dunán, bicikliztünk a nyírségbe, körbe, de legtöbbször valamelyik hegységbe sátraztunk, előre kiválasztott tavasz elején mindig egy páran elmentek, megnézték a helyet, tárgyaltak a területnek a gazdájával, hogy majd jönni fogunk, hogy rendet hagyunk, tehát hogy ne legyen probléma a táborozással, és jól sikerültek ezek. Környezetében, tanulmányi helyén, munkahelyén tudtak-e az egyház iránti elkötelezettségéről? Tudtak. Mondom, általános iskolába úgy ezt inkább magunkba tartottuk. Ott is azért kiderült, de ott nem beszélgettünk egymás közt igazából róla. Gimnáziumban már így diákok egymás közt nyitottabbak voltunk, és ott nagy viták is folytak az élet komoly kérdéseiről. Tehát ott tudtuk egymásról, hogy ki jár templomba, ki hívő, és ez a beszélgetéseknél tehát egyértelmű volt. Egyetemen meg pláne, tehát ott is még ezek a viták, beszélgetések folytatódtak. Ugye mindennek a kapcsán, akár amit tanultunk az iskolába, vagy filmklubokba jártunk, amilyen filmeket láttunk, amit olvastunk, valakinek valami megragadt a fejében, és akkor előhozakodott egy kérdéssel. Nagyon jó beszélgetések voltak erről. Ismerem olyan esetet, amikor a településén valakit hátrányért a vallásosság, ami az zaklattak, esetleg letartóztatta? Apróbb kellemetlenségek voltak, egy-egy megszégyenítés az iskolába kezdetben. Aztán, mondjuk itt a Szent Imrében volt rendőri megfigyelés, vagy egyszer elkezdtek egy úgynevezett érdeklődők hittanyját, aminek az volt a célja, hogy olyanokat is a templomhoz közelebb hozni, akik maguktól nem jönnének, de egyáltalán hajlandók egy párbeszédre. És úgy látszik, ez fájt legjobban, ez a misszió a rendőrségnek, mert ezt szétzavarták. Tehát az első alkalom után kint várt egy ilyen civil ruhás nyomozó társaság a kifelé menő hittanosokra, mindenkit igazoltattak, fölírták, és sorra utána ezek egyetemisták voltak, behívogatták őket, megfenyegették őket, tehát ezt rögtön az elején megakadályozták, hogy ez menjen. Úgy tűnt, hogy akik vallásos családból vannak, azokról úgy inkább lemondtak, azokat hagyták, hogy ezt gyakorolják, de hogy ez terjeszkedjen, azt nem akarták engedni. Igazából más nekem a közvetlen környezetemben
nem volt. Tapasztalta azt, hogy szent miséket körmenteket zavartak meg? Hát a megzavarást nem. Mi nagyon jól szórakoztunk, mindig ugye a gyakorlat volt a nagymarosi ifjúsági találkozókon, amikor köszöntötték a jelenlévőket, akkor mindig külön köszöntötték az állambiztonságnak a jelenlévő képviselőit is. Ez a Regnumban is sokszor így volt. Tehát lehetett tudni, hogy ott vannak, megfigyelnek, tudnak mindenről. Ezt néha egy-egy embernek jelezték is. Tehát, hogy valahol behívták, fényképet mutattak nekik arról, hogy mikor, merre járt, kik voltak ott, esetleg egy-egy információt kértek, tehát így ezt elárulták, hogy mindent tudnak rólunk. Tehát ezzel tisztában voltunk. Sokszor, tehát mi nem tudtuk, hogy ki az, aki adja az információt, de igazából ezeknek már negatív következménye itt akkor nem volt. Bekapcsolódott-e, és ha igen, akkor milyen formában vett részt a szocialista rendszer javítását, megváltoztatását, megszüntetését célzó mozgalmakban? Nem nagyon. Ugye a Regnum azért egészen más értéket képviselt, hát akár valamennyire tekinthető rendszerellenesnek is. Hát itt a Regnumban a papvezetők túlnyomó része börtönviselt volt, tehát ott több részletbe lecsukták őket, meséltek is a börtön élményeikről, tehát ilyen szempontból ez mondjuk elég egyértelműen rendszerellenes csoport volt, de annak ellenére, hogy ugye a rendőrség úgy tartotta számon, hogy itt államellenes szervezkedés folyik, mi ezzel nem foglalkoztunk. Tehát ténylegesen a hitbéli tevékenység folyt, tehát a barátság, közösségépítés és a hitünknek az elmélyítése, meg az időnk tartalmas eltöltése, személyiségünk kialakítása volt a cél. Tagja volt valamilyen ellenzéki csoportosulásnak, illetve szimpatizált egyes csoportokkal? Hát ezek voltak, tehát a Regnum, megmondom itt a végén az MDF. Részt vette valamilyen tömegmegmozduláson a rendszerváltás idején? Nem. Nem nagyon. Egy ilyen a bős nagymarosi vízlépcső kapcsán voltak előadások, a Műegyetemen voltunk talán ilyen előadáson. De egyébként aztán ezeken a nagy tömeg megmozdulás, akkor már Pécset voltunk, és olyan nagyon nem igyekeztem ezekre. Hogyan hatottak a rendszerváltás eseményei az ön és családja életére? Hát azért mi örültünk, akármennyire is nehézkes, meg sokkal lassabb és részlegesebb ez az egész folyamat, mint ahogy sokan szeretnénk, de azért ez a rendszerváltás még így is nagy öröm volt. Utólag döbbenetes visszagondolni arra, hogy ahogy egy a Regnumhoz tartozó, nagyon komolyan gondolkodó és soha a kommunista rendszerrel semmilyen pozitív kapcsolatban nem lévő pap mondta egyszer, nagyon megdöbbentve engem, hogy jobb volt a régi, ez a szocialista kor a mainál. És én ezt egyszerűen nem akartam, és nem akarom a mai nap is elfogadni. De hogy sok érvet lehet felhozni mellette, hogy sok szempontból, tehát egy embertelen diktatúrának egy tompított változata, az azért sok pozitívummal rendelkezhet egy ilyen úgymond szabad, de hát egészen más
meghatározottságoktól mégis rendkívül kötött világhoz képest. Csak hát, mert szóval a kötöttség lehet, hogy közel annyi rossztól is megóvta az embereket, mint amennyi jót elzárt előlük. És pont az ellenállásnak a lendülete meg sokkal inkább terelt nagyobb tömegeket pozitív irányba. Tehát ma a szabadság, a lehetőségek, a piac, a pénz lehet, hogy nagyobb ellenfél, mint ez a bugyuta és korrupt szocializmus volt. Köszönöm a beszélgetést! Szívesen!